Jelenleg ugyan az NB3-ban szerepel, de a lehető legrövidebb időn belül szeretne visszajutni az élvonalban Nyíregyháza Spartacus. A hosszú távú építkezés jegyében alakították át a szervezeti felépítést. A cél az, hogy a jövőben professzionális klubként vállalatszerűen működjön a Spari. Az elmúlt 28 évet, 30 évet vállalati átszervezésekkel és válságmenedzseléssel töltöttem. Ennek megfelelően vannak olyan tapasztalataim, amelyekben azt gondolom, hogy van egy pár olyan funkció a Spartacusnál is, amelyet erősíteni kell, és van néhány olyan funkció, amelyeket pedig érvényesíteni kell. Ilyen lényegében a tervezés, az ellenőrzés rész. Brek János, aki az elmúlt években több feladatkörben is szolgálta a Nyíregyháza Spartacust, a jövőben sportétfelelős alelnökként dolgozik majd a csapat sikeréért. Ez egy teljesen új feladat. Kicsit talán testhez áll is, mert azt tudni kell, hogy én nem csak a futballból élek. Vállalkozóként dolgozom, és napra kész itt lenni minden percben nem kell majd, tehát a napi operatív dolgokban nem mindig kell benne legyek. Viszont meg kell határozni a célokat, azokat végre kell hajtani, gyakorlatilag számon kérni a stábtól, és hát tervezni a Nyíregyháza futballnak a jövőjét. Nem kis dolog ez, felelősségteljes. Nyilván vannak elképzeléseink, és megpróbálunk a mentén végig menni majd. A klubnál sportigazgatóként a Spari korábbi játékosa, Nagy Sándor felel majd a stratégia tervezéséért és végrehajtásáért. A Nyíregyháza Spartacus 10 forduló után 100%-os teljesítménnyel vezeti az NB3 keleti csoportjának tabelláját.